reggel is jó reggelt kívánok! Bétót László, Éliás Gyula és Dvoracek György. Még vagyunk jó néhányan, akik emlékszünk e nevekre. Ők voltak a 80-as évek népszerű diszkósai, akik a Petőfi csarnokban a Csillagfény diszkót vezették. Ez volt Budapest első olyan bulija, amely éjjel 2 óráig tartott. Annak idején fellépett itt Piero, a Bikini, Demién Ferenc, az Edda is. Sok év után egy éjszakára ismét visszatér a régi hangulat a Petőfi csarnokba, április 9-én szombaton. Fellép Csepregi Éva, Napóleon Bulvár és a Dr. Beat. Vendégdiszkósként DJ Dominik áll majd a keverőpult mögött. Most szombaton, majd később is a Népművészeti Múzeum Élő Népművészet című kiállításának rendezői élő tárlatvezetést tartanak az érdeklődőknek. A kiállítás a hagyományőrző kézművesség legkiemelkedőbb alkotásait tárja a nagy közönség elé, méghozzá tematikus egységekbe rendezve, a teljesen hagyományostól az iparművészettel kacérkodó munkákig. Kiránduljanak a Dunakanyarba, nem is akárhogy, mondjuk nosztalgia vonattal. Indulás a Nyugati pályaudvarról április 9-én. A gőzmozdony vontatta szerelvényben a legszebb muzeális kocsikban utazhatnak, és megismerkedhetnek a boldog békeidők vasúti utazásainak hangulatával. A vonathoz bárkocsi is csatlakozik, így még a fapados osztály is könnyedén elviselhető. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.